Góranga! Na ez a leg sarkalatosabb pontja, mármint biztonságilag ennek a szekérnek. Ugyanis ugye van egy hatalmas ilyen kupola, amit úgy kell rögzíteni, hogy akár a feltámad a szél, vagy bármi ne tudja felborítani. Na, ezt rögzítettem most Patitapa van a Prabhuval kettesbe. Úgyhogy ez volt a fontos. És akkor ide kerül az oltár. Hát itt lesz az oltár. Csak közben szakmai megbeszélést tartottunk. Megnéztük, hogy vízszintbe áll-e. Ugye ez nagyon fontos volt. De ülés határon belül vagyunk. Úgyhogy mindjárt megyek fürdeni a francba. Na. Ez egy ilyen kis költségvetési szekérfesztivál, mert összesen hárman vagyunk itt. De az így csinálgatjuk, haladgatunk. Oké. Kedves Mataji csinálja itt a díszítéseket. Hát ugye itt lesznek a különböző ászana bemutatók, meg mit tudom én, mi lesz itt. Szép, lassan felöltözteti. Hát a Mataji, holnap meg holnap után már azért többen leszünk. Csak még most vagyunk ilyen karcsún. Meg még ki kell porszívózni a szőnyegeket, remélem azt nem nekem kell csinálni. De persze megcsinálom, ha kell. Nekem a mai produkcióm az itt véget ért. Igazából ezek már csak a keretek. Tehát holnap az oltárt kell föltennem, körbe rögzítenem kell ugye azt a kerítést, mondjuk úgy. Arra föl kell szerelnem a kupolát, ugye majd az lesz a tetején a szamszárával, és akkor a dekoráció már nem az én feladatom, azt már nem én csinálom. Na, szóval ezt is csak így engedélyezték. Ez, az első évben, amikor itt voltam tavaly előtt, akkor nem ez volt, hanem itt a helyszínen heggeztettünk össze valamit. Aztán ez lett az előírás, ez egy ilyen hitelesített, mit tudom én mi, meg olyan szabvány, hogy olyan szabvány, amilyen szabvány, tehát ezt engedélyezték. Persze, nyilván csiliárdoké. Szóval az a lényeg, hogy egy költségpénzt is, valami marhadrágát kell venni. De így lehet leengedni egyébként. Jó, megértem tényleg, szóval itt rengeteg turista, mindenki videózik, telefonál, mindenki youtuber, meg instagrammer, meg facebooker, meg nem is tudom mik, tiktoker, azt hát nem hiányzik. Azt, hogy itt valami ne úgy süljön el, ahogy mindenkinek tetszik. Egyébként szép helyen vagyok, azt mondtam már. Meg most már tök elviselhető az időjárás. Na jó van, nem érek rá itt veletek fecsegni, mert azt még most le kell engedni. Aztán összepakolom a szerszámokat, azt megyek fürdeni oda az óceánba, aztán meg irány haza a kiskutyáimhoz. Nagyon várnak. A Lara konkrétan a bejáratnál ül, és engem vár. De hát a vadáti házas felül viszik sétálni. Meg mindenhova, úgyhogy meg orvoshoz is vitték tegnap természetesen. Na látjátok, már közben le is ért csak. Így. Oké. Kicsit rá kell segíteni kézzel. Oké. Úgy, és már lenn is vagyunk. Na jó van. Holnap folyt köv. Szerintem ma már nem jelentkezem, ha csak nem bevinném a telefont az óceánba. De most nincs állam tok, úgyhogy most kihagyjuk a
telefonos fürdést. Om Tat Szat, Hare Krishna. Hari Hari Bol.